Tisztelettel köszöntöm a Kecel TV nézőit. Megyei első osztályú kézilabda mérkőzés kerül sor Kecelen, a keceli sportcsarnokban. Kecel KC a Csávai KSE csapatát látja vendégül. Az első két fordulóban Kecel mérlege egy győzelem, egy vereség, a Csávai pedig két vereséggel érkezett a mérkőzésre. A hazaiak összeállítása: Nagy Tamás a kapuban, Kakuk Péter, Földes Bertolt, Kertész Péter, Maszlik Ricsi, Pesznyik Patrik, Lakatos Tibor és Csúzi Tibor. A Csávai összeállítása: Mészáros Gábor a kapuban, Mihó Patrik, Lakatos Gábor, Komár Roland, Svegál Dávid, Bóner József, Osztheimer Richard, Vida Zoltán és Fehérvári Gergő. A mérkőzést a Csávai KSE csapata kezdi. Mintegy 20-22 néző előtt kerül sor a mérkőzésre. Bízunk benne, hogy a hazaiak behúzzák a szinte kötelezőt. Mint tudjuk, a tavalyi bajnokságban, az alapszakaszban a Kecel KC első helyen fordult, a rájátszásban négyes döntő, amit Kecelen került sor, a harmadik helyen végzett, bronzérmet szerzett, ez is nagyon szép eredmény. Abból a csapatból jó néhány játékos eligazolt, közben az megszületett az első gól, a 48-os számú Lakatos Gábor lövi a mérkőzés első gólját, 1-0 a Csávai csapatának. Itt a válasz, Földes Bercén a labda, és sajnos mellé megy, kapustól jöhet a támadás. Úgyhogy, tehát sokan eligazoltak, jó páran húzó játékosok eligazoltak, de folyik tovább a munka, reméljük, hogy minél jobb eredményre lesz képes ez a csapat is. Jó pár fiatal játékos is van, gyorsak, rutint szereznek ebben az évben. Nagy Tamás védett egyet a hazai kapuban, Csúzinál a labda, vezeti Maszlik Ricsihez, sajnos kicsúszik a kezébe a labda, jön egy kontratámadás, lépést fújnak a játékvezetők, ismét a Kecel támadhat, Maszlik, Földes Berci, Kertész, Földes Kertész, Maszlik, egy lövés, nagyszerű átlövés, 1-1. Bonernél. Komár Roland elég sok gólt szokott lőni a mérkőzéseken. Reméljük, ez nem lesz ma igaz. Járatja a labdát a Csávoly. Egy eladott labda, és a kapusunktól jöhet a támadás. Nagy Tomi, Csúzi, továbbra is Csúzi, Földes Berci, egy betörés, és ott a második hazai gól, nagyon szép volt Berci. 2-1 a hazaiaknak. Egy nagyon szép támadás után, tehát 2-1-re vezet a hazai csapat. Bóner. Svegál, Bóner, egy bejátszás, és fölé megy. Nagynál a labda, Kertész Csabi. Csabi elindul vele, egy Maszlik Ricsi féle passz, Csúzi, és Kakukhoz is odaér a labda először a mérkőzés során. Járatjuk körbe labdát. Nagyon szép bejátszás, sajnos Kakuk nem kapta el a labdát, jöhet a vendég támadás. Bóner, Komár, Svegál, ismét Bóner. Lejátszák a szélre labdát, Peti nagyon szépen védekezett egy 9-essel. Pecnyik is jól védekezett, elég masszívnak tűnik a hazai fal. Sajnos erről ismert Komár Roli, 2-2, egy nagyszerű átlövésgól. Maszliknál labda, Kakuk Peti, ó, ez
egy szép bejátszás után Pesznik Patrik biztos kézzel a hatosról. 3-2. Jöhet a csávoly. 5. percbe léptünk. Bejátszás. Maszlik jól védekezett. Egy aránylag erőtlen lövés után hazai kontra. Sajnos nem jó helyre dobja Nagy Tomi. Jöhet a csávoly, de nagyszerűen visszazár a keceli csapat. Hát igen, itt meglátszódik a fiatal játékosok gyorsasága. Azonnal vissza tudnak érni az ellenfél hatosáról is. Szabad dobás a 9-esről csávolynak. Ostheimer, Vida és Berci egyedül vezetheti a kapusra. Be kell dobni Berci. Nagyszerű, úgy van, 4-2. Hát Földes Berci igen jó formában van, mindhárom mérkőzésen. Egész tavasztal is nagyszerűen játszott, rendkívül gyors, lelkes, jó játékos. Nagy értéke ennek a hazai csapatnak. Bejátszás ismét. 7 méteres az első, 7 méteres a mérkőzésen. Lakatos Gábor harcolta ki. Komárról jár a heteshez. Gyerünk Nagy Tomi. Sajnos nincs meg biztos kézzel értékesíti Komár. 4-3. Jön az újabb hazai roham. Csúzinál a labda. Kertész. Vissza Csúzihoz. Gyerünk Peti. És egy jó védés a vendégek részéről. Mészáros Gábor mutatta be. Marad a 4-2. 4-3, bocsánat. Sűvítős bomba, de mellé száll, hál' Istennek. Ismét egy rossz passz a kapustól, rossz indítás. Nincsen elég ívja a csapatnak. Fordul a csávoly. Egyenlítésért támadnak. Bízunk benne, hogy nem sok sikerrel. Komár, Svegál, Bóner. Ismét Komár. Ismét Bóner. Szélről. Az első sárgalapos figyelmeztetés Kakuk Petinek. 9-esről szabad dobás. Túlnyomó részt itt a jobb kettőben, bocsánat, bal kettőben van a labda csávai részről, de hát ezt a hazaiak pontosan tudják, ide összpontosul a védelem, és Nagy Tominak egy nagyszerű védése, szélről beugró játékosnak a lövését hárította, jöhet a kecel, egy nem igazán jó passz, 4-1-be támadnak, ó, Ricsi egy jó védekezés volt, csattan, de nincs figyelmeztetés. Szabad dobással jöhetnek a kékek. Tavaszi mérkőzésen nagyon megszólta a kecel a csávolt. 4-4, most lehet, hogy kicsit szorosabb mérkőzése van, kilátás. Pecnik a középkezdéssel. Maszlikhoz, Kertész Csabi. Bercinél, ismét Kertész, Maszlik, Csúzi. Kertész, Kakuk. Kertész, Csabi. Maszlik, Berci, Csúzi. Ó, egy nagyszerű bejátszás ismét. Ezt megfogta a kapus. Mészáros Gabi, nagyszerű védés. Védése után jöhetnek ismét a csávolyak. Patrik beszokta ezeket dobálni. Igen, igen, jó százalékkal. Sajnos ez most nem sikerült. A következő az pedig biztos, hogy fog. Bóner, Svesták. Jó, ismét jó védekezés az a jó oldalon. Bóner. Svegát állítják meg, Csúzi és Kakuk közös erővel. Igen. Ó, igen, igen. Komár Roli a jellegzetes lövéssel 5-4-re
alakítja az eredményt. Csúzi válaszolt volna, de ismét a vendégek kapusa lépte ki oldalról. Kakuk Petinél a labda, Ricsinél. Csúzi, földes, Csúzi, az igen. Egy nagy bomba után egál 5-5 a 10. perc elején. Szép volt, Tibi. Lakatostól indult Komár, Svegál, Góner. Bejátszás, igen, harmatos bejátszás, sajnos az ellenfélnél marad a labda. Bóner. Bóner próbál irányítgatni. És Lakatoshoz. Vida. Ujjajjaj. Nagy Tomi, nagy bravúrja. Szép volt Tomi. Komárról az ilyeneket bedobja, hál' Istennek most nem sikerült neki. Tomi nagyszerű védés. Védést mutatott be. Vezetés átvételéhez támadunk. Kertész most átjött a jobb oldalra. Kicsit megforgatták a posztokat. Kapufa sajnos, nincs szerencsénk, és jöhet a csávoly. Berci visszafutott védekezésbe, sajnos már nem volt ott. 5-5. Járhatják körbe 9-es fal előtt. Bedobja. Az icet nem dobta be, nehéz helyzetből pedig sikerült Komárnak a gólszerzés. Nem számolom, de szerintem negyedik, ötödik gólja. És most zúgó kapufa, hozzánk kerül labda Csúzihoz, Maszli, Kertész, Kakuk. Jól látta, Percnik befutását sajnos faul miatt nem tudta bejátszani. Itt van Perc, és ez már benn van. Nagyon szép volt Patrik. 6-6. Jók ezek a bejátszások, Patrik általában be is dobálja, az előtt egy kimaradt, de hát ez viszont benn van, ez a fontos. Egy nagyszerű halászás. Megyen vissza a Lakatos Gábor, elég sokat van a labda. Ő fogja össze csávai támadásokat, és ismét bedobja Komároli. Igen, ő neki megvan a magassága és lendülete és lövő ereje is a 9-es 5 gólokhoz. Sajnos jól is használja a mai mérkőzésen ezeket a tulajdonságokat. Először a mérkőzés folyamán Lakatos Tibor a pályán, a hazaiak játékos edzője. Ne tévesszen meg senkit, a Györgye felirat a hátán. Nagyszerű védekezés volt földes Bercitől. Marad a labda csávolynál, vissza le a szélre. Egy jó ejtés, sajnos ezt kell, hogy mondjam. A 14-es számú Svegál Dávid nagyszerűen ejtett, 8-6 két góra. Nő a csávai előnye. Hát ha Lakatos mester összekapja a pályán a támadásainkat. Csúzi lövése után megfogja a vendégkapus. Na gyerünk, Nagy Tomi, az itzert. Egy nagyszerű ejtés volt ez, nem tudott mit csinálni Svegál Dávid. Volt eredményes 9-6. Reméljük azért nem esünk szét. Nagyon kellene ez a mai mérkőzés. A győzelem, az újabb hazai pontok. Tetszik a labdával, visszajátsza neki Lakatos. És ismét szabad dobáshoz jutunk. És ismét Pecniknél labda. Lakatos a lövőcsel után Csúzihoz, Csúzi. Egy jó lövés után 9-7-re módosítja az állást. De sajnos a vendégek vezetnek továbbra is. Csúzinak a múlt héten volt sérülése. Nem tudom, hogy mennyire jött helyre az ujja, de valahogy nem olyan erősek ezek a lövések, mint amiket edzésen, meccseken szoktunk látni tőle. Hát reméljük, hogy az idő múltával
nem fogja érezni. Nagy szükség van a góljaira. Egy igen furcsa akció után szabad dobás. Szerintem a csávaiak se tudták, hogy merre indultak a labdával, de végül lövőhelyzet alakult ki. Égre egyet mellélő, hát ha önbizalma elmúlik Komárnak. Valóban megy egyes szinte jó játékosnak számít, jó lövőnek. Lakatos a labdával, csúzi bomba fölé, hát csattant ez játékvezető sportás, ez szabad dobás volt. Igen, itt valami történt a 9-esnél. Játékvezetők se látták, én se, de egy ütközés lehetett. Áll a játék, 15. perc felénél 9-7-re vezetnek a vendégek. Kiállítás még nem volt, sőt sárga lap sem a mérkőzésen. 7-esből viszont 1. Reklamálnak ütést, de hát nem biztos, hogy látták, csak mondják. De valami nem láttam. De hát ilyen ez a kézilabda. Folytatódik a mérkőzés, Csávajnál a labda. Bóner. Lakatos. Egy lövés, szabad dobás kapufáról, miénk lett volna, de játékvezetők szabad dobást ítéltek. Ez egy gyönge lövés, Nagy Tominak nem okoz gondot, csak jó legyen az indi... Van szerencse. Elakadt a labda a térrel választában. Ó, Berci nagyszerűen csinálta, lelopta a labdát. Egyedül meg kell verni. Egy taktikus szabálytalanság. 14-es Svegál Dávid. Jól védekezett, ezt kell, hogy mondjam. Te biztos góltól mentette meg így a csapatát. Berci nagyon jól olvasta a játékot. Igen, magasan van a játék intelligenciája, ez most is bebizonyosodott. Csúzinál a labda, egy egyéni, belefújnak a játékvezetők az akcióba. Percnik a labdával, Csúzi, Györgye helyett Lakatos, Maszlik, egy nagyszerű blokk. Hát igen, magas ott a fal belül, középen, viszont Maszlik átlövi. Viszont kapus ezt megfogja. Egy jó, rossz indítás. Hál' Istennek, Nagy Tomi a labda, jöhet újra Kecel. 16. perc. Elmúlt 9-7 a vendégek javára. Kakuk Petinél nem jó bejátszás. Ez Peti, nem jó ez. Ismét egy rossz indítás. Berci nagyszerűen védekezett ismét, más sokadszorra, nem csak a mai mérkőzésen, hanem az előző és ebben a szezonban is. Első időkérés, ha jól látom, akkor Csávai oldalról. Sajnos nem nagyon vannak cserék, sem a Csávainál, sem a Kecelnél. Csávait annyira nem sajnáljuk. De a Kecelt igen, egy csere van, mindössze nehéz lesz a 60 perc. De hát többen munkahelyi egészségügyi okok miatt nem tudták vállalni ezt a mai mérkőzést. Könnyebb lenne, ha lenne 3-4 csere legalább. A fiatal csapatot forgatni, biztos túlfutná a Csávai, de hát ez van. Így kell megoldani. Reméljük, hogy sikerülni is fog. Lakatos mester eligazítása után lassan indul a mérkőzés. 9-7 továbbra is a Csávó javára. Fogadkozás mindkét oldalon. Aztán, hogy mi valósul meg belőle, hát meglátjuk. Thank you.
útjára indul a labda. 17. perc felénél. Körbe. Passzolgatás. Komár. Osztheimer. Komár lövés az felé ment. Ismét egy felzárkózási lehetőség. Lakatos mesternél. Maszlik csúzi. Kapuk a labda útja. Ismét csúzi. Maszlik. Lakatos. Egy nagyszerű bejátszás. Petszinkbe is dobja. 9-8. Igen, Patrik az ilyeneket valóban nagyon nagy százalékkal értékesíti. Nem csak a mai mérkőzésen, hanem általában összes többin is. Bonner. Lakatos. Fehérvári Gergő, Komár Roli. Le a szélre. Hát ez befért. Osztheimer Ricsi. Egy kis kakaskodás. Lakatos és Maszlik csapott össze. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy Ricsi játékában benne van. Benne van az ilyen, de hát ez egy kemény sportág. 10-8-ra módosul az eredmény. Támad a hazai csapat. Kakuk. Csúzi. Ez jó védekezés csávai részről. Svegál Dávid mutatta be. Csúzi, Maszlik, Lakatos. Bedobja. 10-9. Hát igen, a rutin. A rutin most kijött. Múlt fordulóban is gólszerző volt Lakatos Tibi. Akkor sajnos vereséggel végződött a mérkőzés. Reméljük ma nem. Vékony sípszó után csáva jöhet 9-es vonalra egy szabaddobásra. Tomi olvasta, mély, nagyszerű duplázás védésben. Maszlik, csúzi, kicsit fel kellene gyorsítani, gyerekek, ott a Patrik, ott a gól is szerintem. Így is van, gyerekek, nagyszerű volt, Kakuk jó bejátszása után, Pecnik a gólszerző, 10-10. A rend éber őre negyedik gólját szerzi, 5 lövésből igen-igen jó arány. Ki kell védekezni, és utána a vezetést át lehet venni. Nagyon sok labda ide Komár Rolihoz jön, tőle várják a megoldást, a gólokat. Ezt a hazaiak is pontosan tudják. Jó párszor sikerült megállítani. Lakatos Gábor is próbál a másik oldalon. Nem sok sikerrel. Lakatos mester mellett nem olyan könnyű elmenni. Berci faultól egyet. Ismét Lakatos. Tudta, két Lakatos szinte testvérpárként harcolnak egymás ellen. Eddig a hazaiak mestere járt több sikerrel. Kakuk első gólja, és átvettük a vezetést. Egy gyönyörű kontra után. Szép volt Kakuk Peti. 11-10, 20. perc végén. A Ricsi jól védekezett. Marad a labda kékeknél, vendégcsapatnál. Rolihoz. Osztheimer, Svegál. És a hazaiaki a labda. Ez nem volt jó, Berci. Menjünk vissza védekezni, fiúk, menjünk vissza. Lassan fáradnak a kékek, látszódik. Nem tudnak visszazárni se, és a támadásban se olyan frissek. Ricsi lefogja Komár Rolandot. Vidazoli, Komár, Osztheimer, Svegál. Meg masszív a keceli falott a hatosnál.
jól védekezünk. Igen, igen. Nem. Kiütötték a vendégszélső Mihó kezéből a labdát. Ismét szabad dobás után. Ricsi megdolgozta Lakatos Gábort. Igen, ez sajnos benn van. Komár gólja után egált 11-11. 8 perc, 7 és fél perc, 8 és fél perc a első fél időből. Gól kell a gól, gyerekek. Így van, Csúzi TB nagyszerű átverés. 12-11. Regál Dávid góljával 12-12. Fejfel mellett szint az egész mérkőzésen, és Ricsi hatalmas bombát ereszt meg, amiből a gól is születik. Ismét átvettük a vezetést. Ez 3-12 hazaiaknak. Szemmel látni, hogy vendégek azért lassabban járatják a labdát. Lassabb a játékuk, mint a Kecelnek. Gondolom, hogy a másik fél időben ez maximálisan ki fog ütközni. Épp ha most tartják is a lépést a hazaiakkal. Gyerünk, Berci! Egy nagy egyszerű paszt gondoltam. És marad a Kecelnél a labda. Sajnos lábhoz dobta. Az ellenfél se tudta felvenni. Lakatosnál a labda, Csúzi. Kakuk. Csúzi. Kakuk. Csúzi. Lakatos. Maszlik. Földes. Maszlik. Lakatos. Csúzi. Megakadt egy kicsit. Az két perces kiállítás kell, hogy legyen. Úgy is van. Az első két perces kiállítás Lakatos Gábor a Csávol csapatából kapja. Itt az alkalom, hogy 2-3 góllal elhúzzanak Ecel. Megnyugtató lenne itt a félidő végéig. Félidő vége előtt. Pecsniknél a labda Csúzihoz. Maszlik, földes, Maszlik. Ismét Csúzinál a labda. Lakatos. Kakuk, Lakatos, Csúzi, Maszlik, földes. És kontrafaut fújnak játékvezetők. Fogd meg, Tomi. Ez is jó. Ez is jó, kihagyják a nagy zicsert. Támadhat a Kecel. Csúzinál a labda. Sajnos nem volt jó lövés, ezt kell, hogy mondjam. Mészáros Gábornak ez csemege volt. Kár ezért az ilyen helyzeteken. El lehetett volna húzni. Még mindig 1 perc, 10 másodperc a vendégek kiállításából. Egy jó passz, Tibi. Igen. Berci nem tudta megfogni rendesen. Jaj. Belemenés, így van. Jöhet a hazai támadás. Petsznik szépen beállt. Ővel azért nem egy leányálom ütközni. Áll a játék 24 perc, 34 másodpercnél. 13-12 hazaiak javára. Megszólal az első taps is. Hazai részről. Nála a labda. Támadásban hazajött. Van földes Berci, nagyszerű volt.
egy jó bejátszás. És ki is használja a 26-os számot Fehérvári Gergő. 14-13. Időkérés? Nem. Labda gurult el. Indítjuk a támadást. Kertésznél, Masztiknál, Csúzinál. És kiegészült a vendégcsapat. Kakuk, Csúzi, Maszlik, Kertész. Rodas Berci egyedül próbálkozik. Szabad dobást harcol ki. Szorványos reklamálás hazai szurkolók részéről egy napfogás miatt. Véleményes volt. Igen, Csúzinak szemmel láthatóan nem jó a kezem. Ráj, vagy nem tudom, mi van vele, de nincs olyan erős lövés. Viszont most rám cáfol. 15. hazai gólt szerzi Csúzi Tibor. 15-13, 3 és fél perc a félidő vége előtt. Jó lenne ezt a 2-3 gólos előnyt megtartani, állandósítani. Az egy megnyugvást hozna a csapatnak. Ezt kivédekezzük. Így van, Tomi, és itt van a remek alkalom rá. Gyerünk be, céldutol. Egy picit hosszú volt, csak vetődve tudott. Hát nem is lőni, hanem beleütni a labdába. Sajnos ezt már irányítani nem lehetett. Furfangos passz, ami nem is lett jó. Jöhet a kecel. Ha igen, lassít. Lassított Peti. Jön vissza Lakatos mester. Csúzival játszik össze. Lakatos most lejön a szélére. Beindul. Csúzi áll labda. Nem volt jó lövés ez, Tibi. Lakatos megcsinálta a helyet. Talán egy bejátszás jobb lett volna, de hát könnyű innen fentről okosat mondani. Még ott lent biztos jobban érzik. Sajnos nem sikerült. Ez belemenés lesz. Kapufa. 15-14. Elaludtunk egy kicsit a kipattanónál. Ez már második, harmadik kapufa. Kapufa utáni vendég labdaszerzés. Valahogy ezekre nem figyelünk. 15-14, 2 perccel az első fél idő végre előtt. Szóval nézők is megszaporodtak. Hazaiaknak szurkolni. Egy első hazai hetes földes. Fogta meg a labdát Maszlik passza után, betört és szabálytalanodtak vele szembe Csúzi Tibor. A labdával be kell dobni, Tibi. Úgy is van, 16-14, biztos kézzel értékesítette az első hazai hetest. Támadhat a vendégcsapat. Körbejár a labda. Betörést próbál Lakatos. Lehet Pesznyik mellett nem volt esélye. Nagy Tomi leolvasta a lövést. Tudta, hova lövi. Előre elmozdult, nagyszerű védés volt. Egy jó bejátszás után Lakatos passzát Pecnik biztos kézzel értékesíti. Először 3 gól a hazaiak előnye, 17-14. 33 másodperc van még a félidőből. Ez egy megnyugtató előny. Gyöngelövés ez Nagy Tominak. Csak sajnos az indítás megint nem jó. Berci megpróbálta megszerezni, pillanatra úgy tűnt, hogy sikerül is. Sajnos ebből hetes lesz. És 4 helyett lehet, hogy csak 2 gól előnnyel megyünk. Berci kap egy sárga lapot is mellé. Jó
vagy nem kiállítást. Időn túli hetes, 17-14-es hazai előnynél. Megnézzük, hogy Komár túljár-e Nagy Tomi eszén. Igen. Igen. 17-15. Fél időben. Várjuk a második fél idő kezdetét, negyed óra múlva. Kezdődik a második fél idő. Kecel csapata indítja a játékot. 17-15-re vezet a hazai csapat. Lakatos mesternél Maszlikhoz, Kakuk Peti. Körbejárt a labda. Újra vissza másik oldalra. Kertész. Berci. Ricsinél jó védekezés volt vendég oldalról. Szabad dobás. Lakatostól egy furcsa gól. De annál szebb. Második gólját lövi a hazaiak. Túrkevéről elszármazott játékos edzője. 18-15-re módosította az állást. Az a Tomié. És megadja a játékvezető. 18-16. Kis reklamálás, nem biztos, hogy igaza van. Komár Roland szenvedett sérülést, áll a játék. Valószínű, hogy egy ütést kaphatott. Megszédülhetett. Fejütéstől. A vendégek legjobbja. Folytatja a játékot. Biztos, hogy egy ütés volt. Puszi, puszi, és folytatódhat a játék. Földes, Kertész, Lakatos a labda útja Maszlikhoz, ő tovább szélső Kakuk Petinek, ismét Lakatos, aki György mezében játszik, nem tudom az okát, kicsit megtévesztő. Kakuk végzi a szabad dobás Csúzinál, ismét Kakuk Maszlikhoz. Lakatos a hatos falba, a darálóba, bement, nem jut a labda hozzá, Csúzi, az benne is van, szép volt Tibi, 2 perc, másik perc végén, az másik fél időben 19-16 hazai csapat javára, ezzel a győzelemmel felsőházba kerülhet ismét a csapat. Reméljük, ez meg is történik. Egy jó védés ismét nagy részéről. Most a nyáron igazolta csapatunkba. Igen, jó teljesítményt nyújtott mindkét hazai mérkőzésen. Maszlik Ricsi. Kakuk Petivel játszik össze, egy lövés, és meg is van, 20-16. Nagyszerű lövés volt Maszliktól. Bóner, Osztheimer, Fehérvári lövése után támadhat a Kecel, ismét Nagy Tomi volt helyén. Földes Berci. Mellé lövi sokkos.
érkezés. Fehérvári, Bóner, Osztheimer, igen, Komár Roland sokadik gólja. Lendületbe jön, 9-el fölült, nem nagyon van mit tenni. Hazai szabad dobás. Földest rántották földre. Lakatos, Csúzi. És nem ítélnek semmit a játékvezetők. Nagyon faul gyanús volt, de hát sajnos néma maradt a síp. Támadhat a csávaj. 20-17-nél. Szabad dobást kapnak Pesznyik szabálytalanság után. Egy jó blokk Lakatos részéről. Földes egyedül szlalomozza és mellé dobja ismét. Kár érte. Nagyon szépen megoldotta egyedül. De hát a gól elmaradt. De őt nagyon nehéz megállítani, ha elveszi a gyorsulá. Ujjaj, ujjaj, ez 2 perc, ez Csúzi. Biztos vagyok benne, nem ez volt a szándéka, de itt már elkésett is ütésnek vélt a játékvezető, az is volt. 2 perces büntetés, áll a játék, törlés következik. Bóner József feltörölte. Az izzadságot folytatott a játék Bónernál. Mihó, Lakatos, Osztheimer, Ida. Egy nagy szép ejtés. Svegár Dávid a gólszerző, méghozzá a 18. csávói gólszerzője. Lakatosnál a labda. Pecnyik, Maszlik, Kakuk. Földes a hazaiaknál a pályán. Ugye Csúzi Tibi 2 perces büntetését tölti, amiből még 1,5 perc hátra van. Ez se volt sima szabálytalanság. Elengedték a játékvezetők ezt a büntetést. Nagyszerű passz volt Pecnyiktől. És Földes góllal büntet. 21-18 hazaiaknak. 6 perc telt el a másik fél időből. Tanástalan volt. El is adták a labdát. Kontra elmarad. Biztonsági játék következik. Kakuknál a labda. Lakatosnál 1,5 perc van még a 2 perces büntetésünkből. Talán ezért is lassították le. Egy nagyon szép bejátszás Pesznyikhez. Lakatostól. És megvan a 22. hazai gól. Ezt jól kinézte. Lakatos Gábor. 19 a csávai gólok száma ezzel az átlövéssel. Kicsit belealudtunk. Kiegészült a hazai csapat. Újra 6 a 6 ellen. Földes Berci, Lakatos Pesznyikhez. Jó bevált akció végén. Ismét gól. Pesznyik egyetlen egy lövés kivételével az összes zicserét értekesítette. Így már 23-19. Vendégeké a labda. Vendégeké marad. Köszönöm.
szerencsés akció. Sajnos becsúszott a kapuson kezei között. 23-20. Márgen Csúzi jelzi, hogy ő is beleír, de ezt azért illet volna megfogni, de Nagy Tomi annyi bravúrt bemutatott, hogy talán ez belefér. Maszlik bomba után ismét 4 a különbség. Látszik, beáll ez a 3-4 gólos hazai vezetés. Maszlik, ha útját fújják le. Ez nem jó jel, hál' Istennek kapufa. Kapuk Peti megszerzi. Picit elkésett Földes Berci. Szöglet egy jó sánc után. Talán Csúzi sáncolt. Ez egy jó passz volt. Ismét ejtés. Előszeretettel használja 14-es Vegál Dávid az ejtéseket. És ha jól emlékszem, egy ejtésen kívül az összes sikerült neki. Jön a válasz azonnal. Amint felgyorsítjuk a játékot, Csávonynak nincs ellenszere. 25-24 Csúzi bombával. Ez az igazi játékunk talán. Én nem vagyok szakértő, de a gyors játékunk az mindig eredményes tud lenni. Ez most is bebizonyosodott, 26-21 Földes Berci góljával. Jó védekezés után, jó indítás, és már a villámléptű játékosaink pillanatok alatt ott vannak az ellenfél kapujánál, és lövik a gólokat. Nehéz is ellenük érekezni, nem tud az ellenfél védelme visszazárni. Tomi bravúrja. Igen. Nagy erősítés, Nagy Tomi, ez már látszódik. Látszott az első fordulóban is. Második mérkőzésen is jól védett, ma is remek teljesítmény nyújt. Egy jó kapus. Önbizalmat is ad ezekkel a védésekkel a társainak. Sajnos már ő is tehetetlen volt. 22-re módosul a csávai gólak száma. A 48-os Lakatos góljával emberfogásra jön ki a 26-os fehérvári Csúzira, de Csúzi 7-est harcol ki. Áll a játék, 2 perces büntetése. Ha jól látom, a 8-as Komárnak. Igen, Komár Laci leszármazottja. 2 perces büntetést kap, vagy csak névrokona. Csúzi a labdával. Ezt kivédi a kapus. Azt kell mondjam, hogy nagyszerű védést mutatott be Mészáros Gabi. Nem nagyon szokta Csúzi kiadni a 7-eseket, de sajnos ez most megtörtént. Így marad a 4 gól. 4 gólos hazai előny. Viszont ember előnyben vagyunk. Mégis őt volna gólt. 14-essel Svegál veszi be a hazaiak kapuját. Nem, hogy nőtt volna az előny, hanem egyel csökkent. 26-23, 18 perccel a vége előtt. Csúzi a labdával, az gól is. Ott nincs ellenszer. Középkezdés után. Tá.
támadhat a vendégcsapat. Svegár, Lakatos, Ostheimer. Tomi tudta, sok ejtés után most már tudta, hogy talán ez fog következni. Elegánsan lekapta a labdát. Ismét csúszik, ismét a kapus bal kezéhez le a földre, és ismét nincs ellenszer. 28-23, fél perc még az ember előnyből, az olyan ember előnyből. Talán eldőlni látszik a mérkőzés, bár a kézzelben nagyon gyors játék, bármi előfordult, de nem hiszem, hogy a sokkal lassabb csávai csapat bármit tudna eszközölni. Jaj, egy jó passz után Perszik nagyszerűen megoldotta. Szép volt, fiúk, gyönyörű. Gyönyörű. Három passz, két passz, és már állóban a labda. 29. hazai találatot Perszik jegyzi. Először 6 gól a különbség a hazaiak javára. És még több, mint a fél idő fele van hátra. Igen. És nem merte ejteni. Fölfelé lőtte. Svegál. Terem talált be. Nagy Tomi csúzi az oldal dobás után. Csúzira kijön emberfogása. Fehérvári. Fault. A Kakuknál a labda Csúzihoz. Maszlikhoz, ő Lakatoshoz. Földes, egyéni akció, ott a 30. Kezdjük megszórni a csávolyt. 30-23. Könnyen lehet, hogy sok gólos győzelmet arattak egyszer, ugyanúgy, mint a tavaszi mérkőzésen. Valakinek csörög a telefonja. Szabad dobás csávolja. Javára. 14-essel Svegál túljár Nagy Tomi eszén. Lakatos mester nyugtatja csapatát. Öldes, Lakatos, az belül védekezés, és megadják. Igen, igen, két perces kiállítás. Bónelme. Időkérés. A nézők szórakoznak az újdonsült speakerrel. BBC érdeklődést mondanak. Jól elszórakozik a közönség, 31 hazai gólt láthatott idáig. Kicsit döcögősen indult ez a mérkőzés, de itt a második fél időre kijött a hazaiak erőnléte és a gyorsasága. Reméljük növelni tudjuk még ebbe a 15 percbe a gólyaink számát. Most egyelőre a csávoly támad. Ismét valami. Az óra nem indult el. Most már igen. Jöhet a támadás. Nagy Tomi
Lakatoshoz, ő pedig Csúzihoz. Egy lövés lesz ebből, és ha már lövés, akkor gól is. 32. dugó került a vendégek kapujába. Kicsit én úgy láttam, hogy már ők fel is adták. Meg lehet azért még szórni őket. Gólarányjavítás. Keceli a labda. Lakatos lassítja játékot. Ő tudja, hogy miért. Aszlik. Kakuk. Szoros emberfogáson van fehérvári Csúzi ellen. Szabad dobás. Földes Bercit lökték meg. Baráti Pacsi. Osztheimerrel. Lakatos. Labdával. Ez nem volt jó passz. Evétlen szabálytalanság. 2 percet fog érni. Piros lap. Nem is 2 perc. Piros lap. Én úgy gondolom, hogy nem volt szándékos. El is fogadja Csúzi a Pacsit. Ez a kiállítás sorsára jutott fehérvári. Csúzi megszabadul a szoros emberfogástól. És 2 perces ember előnyben a kecel. Lakatos mester mutatja a figurát. De hát kérem szépen, nincs itt figura, a Csúzinál a labda. Felugrás és gól következik. Nem tudom, hogy hanyadikat lövi, de sokadikat. Ő is Pecnyik, valamint Földes. A 3 legtöbb gólt szerző. Itt Komár a másik oldalon. Ő is elég sokat dobott a mai mérkőzésen, mint általában mindig. Csak hát már a kondi. Kondi nincs meg, szétesett teljesen a vendégek védekezése, Csúzi pedig ezt nagyon jó érzékkel kihasználja, nagyon jó lövésekkel nincs ellenszer. 34-25, 18. perc a másik fél időben. Könnyen meg lehet a 40 szerzett gól. Másik oldalon 26-ben van. Csúzi Berci összjáték. Csúzi kíméletlen. Eldöntötte, hogy ma már itt más nem lő gólt. Kisajátítja magának a sót. De hát nem baj, amíg bent vannak a lövések. Hét méterest harcol ki a 14-es számú Svegán Dávid. Lövi. Kapuban továbbra is Nagy Tamás keceli oldalon. Be is vágja. Annak rendje is módja szerint 35-27. Lakatos továbbra is irányít. Lövés után kapus védett, de Pecnyikhez kerül kakuk passza után a labda is. Kíméletlenül bevágja. 20. perc, 36-28. 8 gól közte.
Lehet ez több is. Igen. Szabaddobást húzi. Faútja után. Komár. Nem is van. A 29. Csávai gól. Pesznyik indítja támadást Csúzihoz. Most kilépnek rá. Vissza Pesznyik. Nagyon átlátszó volt, azt kell mondjam. Jöhet a Csávai a 30. góljáért. Azt láttam, hogy megfogja, de 7 métert adnak. Talán 2 perces büntetés is lesz Pecniknek. Nagyon sportszerűen elnézést kér Lakatostól. És lejön a pályáról. Komár pedig a büntetőhöz készül. 30. Csávai gól reményében. Be is dobja. Most a jobb sarkot választott előbb a balt. Nagy Tomi érezte. Nem volt elég gyors a reakciója. 36-30. 9 perc, 15 másodperc a végé előtt. Szabad dobás. Csúzi betörése után. Ezt kapus megfogja. Blokkolták is a lövést egy ízben. És a kapusnak így már azért jóval könnyebb dolga volt. Meggyöngyült a lövés. Elaludtunk a védekezésbe. Kapus fülei között. Bedobják a 31-et. Vida a gólszerző. Vida Zoltán talán első gólját szerezte. Kis sikerélménynek is jutott, viszont feljöttek 5 góra. Kicsit itt belealudtunk. 2 perces büntetésünk alatt 3-mal faragták a hátrányt. 8-on lett 5 a különbség. Kicsit azért bele kellene húzni, fiúk, keceli szurkolók. Elégedetten menjenek haza. Lakatos 1 méteres védekezést reklamál. Ez egy nagyon csúnya ütközés volt. Csúzi. Nem gondolnám, hogy szándékosan, de rálökte a rácsra a vendégek játékosát. Nem látom a messzámot. A fejét ütötte be. Rendületben voltak mindketten, sőt 3-an voltak ott. Biztos, hogy Tibi nem így akarta. De könnyen lehet, hogy egy büntetés volt maga után, bár nem jeleznek a játékvezetők, igen, 14-es számmal Svegár Dávid volt a faut elszenvedője. Tibi oda megy elnézést kérni, el is fogadja. Biztos, hogy nem volt szándékos. Sportszerű jelenetnek voltunk tanúi. Viszont egy 7-es Komár a labdával, és csökkenti a hátrány 4-re. El kellene ébredni, gyerekek, 36-32. Nem a 2 pont van itt veszélyben, hanem a magabiztos győzelem. De hát van még azért 7 perc. Megtört egy kicsit a hazai lendület, nem is kicsit. 36-28 után 4-et szereztek zsinórban a vendégek, mi pedig 1-et se. És kapufagy faút után Pecniknél a labda. Lakatos. Kicsit megtört a lendületünk, szemmel látható, valami hiba csúszott a gépezetbe. Eddig 6-6 ellen vagyunk. Nem biztos, hogy jó bejátszás volt, és ez is kimarad. Sajnos második licszer. És Nagy Tomi most segített nagyot.
Itt is ott is egy-egy kimaradt zicser. Ellentámadásban Kecel, egy jó bejátszás, Maszlik be is dobja hosszú idő után a 37. keceli gólt. Jó bejátszás volt a Csúzi részéről. Ez is azt próbált lenni. Lakatos Gábor a vendégek részéről betalál. 37-33, valahogy a védekezés és támadás is kicsit alább hagyott most. Már egy jó 4-5 perce. 6 perce a vége, 5-4 közte. Maszlik Kakukhoz próbálta volna, de lefogták. Kakuk, Pecnyik, Kakuk, Maszlik, Kakuk, Peti. Benn is van Pecnyik gólja. 38-33. Jó kijátszás. Kis ütközés volt. Az is állítja a játékvezető. Orba könyökölte Lakatos Pecnyiket. Pecnyik nem érzi úgy, hogy bármiféle szándékosság lett volna ebbe. Jöhet a Kecel a labdával. Kakuknál a csatabogyó. Maszlik, Kakuk, Maszlik, Lakatos, Csúzi. Lövés lesz abból. Sáncolták, nagyon átlátszó volt. Maszlik jó védekezett. Ez nagyszerű védekezés volt Ricsitől. Földes, Lakatos. Lakatos passza után Pecnyik megszerzi a 39. hazai gólt. Már csak egy hiányzik a 40-edikhez. 4,5 perc van még. Két perces kiállítást is kapott a csávai játékos. Az is két perc lesz, hát ez butaság volt, Kakuk. Ez butaság volt. Ember előnyben kifelé viszi a játékos. Ezt nem kellett volna, de hát... Oftheimer Richard góljával 34-re módosul a vendéggólok száma. Pecnyik a középkezdéssel, Maszlikhoz. Csúzi, földes a labda útja, vissza Csúzihoz, ismét földes. Igen, betörés, szabad dobással jön a Kecel. Megállítják az időt. Törlést kérnek a játékvezetők. Baleset veszély miatt. Elcsúsznak a játékosok, az tud kellemetlenséget okozni. Kakuk Péter nagyszerűen elvégezte ezt a feladatot is. Felvesszük Gondoknak a csarnokba. Okos faul volt Pecnyik részéről, de nem zárunk vissza, csak a Berci egyedül elszerencsétlenkedték. Hát, jó Istennek, megint mi jöhetünk. Kicsit sörmecsbe megy ez át itt a végére. Viszont ezt leolvasta Lakatos. Egyedül fogja megoldani. Nagy Tomi olvasta, de nem tudta megfogni. 39-35, kerek 3 perc van még a mérkőzésből. Igen, Csúzi is még egy góra biztatja társait, az lenne a 40-edik. Én úgy gondolom, itt a két pont sorsa már régebben eldőlt. Így a
harmadik forduló után két győzelem és egy vereséggel fog állni a csapatunk. Nagyszerűen csinálta Földes. 40. gólszerzője. 40-35. Kell a vidéki bravúr is ahhoz, hogy tegyünk az első 5-be, 6-ba. Reméljük, hogy következő fordulóban nyer a csapat vidéki mérkőzésen. Lesznek betörése után 41-35. Vendégek is időközben kiegészültek. Közben Flajsz úr ásítozik a tribünál. Hazai kapusnál a labda. Csúzi, egy nagyon jó bejátszás. Földes ki is használja, szép volt Tibi, szép volt Berci. 42-35, másfél perc a vége előtt. Utolsó támadások egyike Csávai részről. Esetlen passz volt ez. Itt van az újabb 7 méteres blokk után belül védekezésért ítéltek 7 méterest, ismét Csúzi vállalja magára a büntetőt. Ezt már az idő futóóra nem állt meg. Nem biztos, hogy lesz támadásra idő már hazai oldalról, viszont Csúzi bedobja az újabb hetesét, 43-35. 35 másodperc a végéig. Szabad dobás. Bejátszás, viszont az idő forog, 18 másodperc a vége előtt. Szélrejáték, kapufa, van még idő, kár érte, 5 másodperc a végéig, és lepereg az a 2-3 másodperc. Hát kedves nézőink, Kecel KC Csávoly KS-e 43-35. Köszönjük figyelmüket. Két hét múlva újra találkozunk. Kecel 4 pontos ezzel a győzelemmel. Úgy hajrá, Kecel!